az első félidőben, amíg ember ugyanannyi játékossal játszottunk, én úgy gondolom, hogy domináltuk a mérkőzést. Nyilván, hogy a mérkőzés képét teljesen átírta a kiállítás, utána viszont a játékosok nem jelesre, nem tízesre végeztek mentalitásból, hiszen a második félidőben nem csak emberhátrányban játszottunk, hanem a nagy szél miatt a Kisvárda olyan volt, mintha lejtőn lefelé tudott volna futballozni, úgyhogy tényleg le a kalappal a játékosok teljesítménye előtt. Én úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen azokat a dolgokat, amiket előre megbeszéltünk a csapattal, maximálisan végrehajtottuk, a védekezésünk rendben volt. Nagyon nem volt helyzete lehetősége a Fehérvárnak arra, hogy gólt szerezzen ezen a mérkőzésen. Megvoltak azok a kontra lehetőségeink is, amikre vártunk, és amiből esetleg gólokat lehetett volna szerezni, úgy az első, mint a második félidőben. Elsősorban gondolok a Szaszának az oldalhálójára, hogyha azt a hosszú oldalra próbálja rúgni, akkor abból gól születhetett volna, és akkor teljesen más a mérkőzés végkimenetele. Viszont, hogyha a mérkőzés előtt azt mondjuk, hogy a Videóton ellen tudunk egy pontot szerezni, akkor azt mondtuk volna, hogy rendben van. De a kiállítás után a szünetben is azt beszéltük a játékosokkal, hogy maradjunk ugyanolyan masszívak, határozottak a védekezésnél, mint ahogy kell, abból még azért próbáljunk meg agresszívabban az előrejátékba átmenni. Én úgy gondolom, hogy megvoltak a lehetőségeink arra, hogy esetlegesen megnyerjük ezt a mérkőzést, de ezzel az egy ponttal is azt mondom, hogy per pillanat elégedettek lehetünk a mi helyzetünkben, nagyon fontos egy pontot szereztünk. Most én nem is eredményben gondolkodom, hanem az első vizsgát a játékosok jelesre vizsgázták le, hiszen nagyon kíváncsi voltam a játékosok téthelyzetben, hogy tudják azt a mentalitást képviselni, amit mi is képviselünk az edzőistábbal. Ez ezen a mérkőzésen a emberhátrányban megvalósult. Azt kértem most is az öltözőben tőlük, hogy ez a mentalitás, várom el, amit most mutattak, ezt a küzdőszellemet várom el hétről hétre, és akkor is, hogyha egyenlő létszámban vagyunk. Mennyire volt az rizikós, hogy másfél elejére a négy védő közül háromnak is elgalapja volt, és azért benne volt a levegő, hogy egy kontrával lehet futni a Fehérvár. Hát felhívtuk a játékosok figyelmét azért, hogy próbáljanak megkoncentrálni, ugye a védelemben nagyon nem akartunk belenyúlni, elsősorban az előrejátékot próbáltuk erőltetni, és azért is cseréltünk előre, hogy ott gólokat tudjunk szerezni. Én azt gondolom, hogy a játékosok megértették maximálisan azt, hogy figyelni kell, nem szabad olyan szituációba belemenni, de nem is volt, én úgy gondolom, a második fél időben olyan, amire azt mondhattuk volna, hogy abból kiállítás lehetett volna. Vissza kell, hogy nézzem a mérkőzést. Két sárga lappa szerintem mind a két sárga lap jogosnak ítélhető. Egy válogatott játékosnak talán azt kell ebből megtanulni, illetve a jövőre tekintve tovább vinnie, hogy figyelmesebbnek kell lenni. Volt egy csere-csereje, voltak-e már teljesítményével, vagy a taktikai jellegű voltam? Hát én azt gondolom, amit a mérkőzés előtt is beszéltünk mindenkivel, hogy a mi helyzetünkben az első pillanattól az utolsóig mindenkinek küzdeni, hajtani kell. És azt is elmondtuk, hogy ez a csapat nem 10 emberből, 11 emberből áll, hanem a keretünkből, abból a 18-ból per pillanat, aki a lehetőségünkre áll. És bárki bemegy a pályára, annak egy olyan teljesítményt kell nyújtani, amivel tudja a csapatjátékát segíteni. Ez a mai mérkőzésen neki nem sikerült. Megmondom őszintén, hogy az egész felkészülés is az egész úgy alakult, mint hogy a mérkőzés is alakult, hiszen a játékosok egyharmada szerdán jött, utána a másik harmada csütörtökön, a harmadik harmada pénteken. Össze-vissza volt az egész felkészülésünk, és ez a mérkőzés is így alakult. És az az igazság, hogy ilyenből lehet a legtöbbet tanulni, és ebből nagyon komoly erőt lehet meríteni a jövő folyamára. Igazán mi csak a kollégánknak a véleményére tudunk adni, ugye az erőléti edzőnk ott melegítette a játékosokat, és ő azt mondta, hogy a kapus visszafelé nyúlt, úgyhogy a kapuból ütötte ki a labdát, az bent volt a gólvonal mögött. A játékvezető nem így döntött, nem tudunk vele mit kezdeni. Lehet, hogy ez két pontunkba kerül, de hát előfordul ez sajnos. Addig még nem lesz meg a várrendszer, vagy nem lesz meg a gólvonal rendszer, addig ezeket nem lehet igazán eldönteni, hogy jó döntés volt, vagy nem.